2006 környékén született meg Nagymányokon az a koncepció, mely egy ipari övezet kialakítását tűzte ki célul. A terület alkalmasátétele mellett egy logisztikai központ kialakítása képezte a terv lényegét. Bár a megvalósítás döccenőkkel indult, mára elmondható, Nagymányok adottságaihoz mérten jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik, ami növekvő helyi adóbevétellel gazdagítja a települést. Nagymányokon a hagyományosan jól képzett humán erőt használjuk ki, méghozzá nagyjából abba a szekcióba, ahol ők értenek a szakmájukhoz, tehát itt értendő a könnyűipar, elsősorban a cipőgyártás, asztalosipar, finom mechanika, lakatosipar, és ennek megfelelően ugye ki kellett alakítani egy területet, ahol ez meg tud telepedni újra. Gyakorlatilag betelepült ez a kisipar terület itt Nagymányokon. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 10 új vállalkozás, körülbelül 500-700 új munkahely. Pontos számokat nem tudok, hiszen a cégeknek a magán életében én nem szoktam betekinteni, de úgy körülbelül tudom, hogy mi ez a tendencia, és ami még nagyon biztató és derűre ad okot, hogy fejlődik mindegyik cég, és mindegyik tovább fejleszt. 2010 óta folyamatosan emelkedik Nagymányok helyi adóbevétele. Emellett a megnövekvő munkaerő ellátását végző helyi kisvállalkozások és szolgáltatások száma is növekszik. A településen nincs munkanélküli. Dolgozni tud mindenki, tehát én úgy gondolom, hogy ha nyilván nem is optimálisan pont az, amit ő szeretne, de dolgozni akar, akkor meg tudja találni a helyét itt Nagymányokon, illetve hát húzzuk a környéket magunkkal, ez egyértelmű. A fejlődés a jelenlegi tervek szerint még egy évtizedig biztosított, de ez egy lakóövezet fejlesztését is igényli, ami újabb munkalehetőséget biztosít majd a helyi és környékbeni építőipari és az őket kiszolgáló kereskedelmi cégeknek. A szűk keresztmetszet az a munkaerő, tehát a lakóterület fejlesztés most előre lép az ipar önjáró lett. Tehát itt a cégek fejlesztenek, jól érzik magukat, újrafejlesztenek, még egy-két cég letelepedésére van lehetőségünk, viszont a humán erőhöz meg kell teremteni a lakhatás feltételét. Ez az, ami a következő években és a következő testületeknek fő célja kell, hogy legyen. Az ipari övezethez kapcsolódóan az önkormányzat menedzselésével újult meg az egykori vasúti rakodótér, mely biztosítja a szállítás lehetőségét a gyártók számára. Elengedhetetlen, hogy kiszolgáljuk az ipart mindennel. Ehhez hozzátartozik az, hogy a logisztikát is fejleszteni kell. Igen jó adottságaink vannak, sikerült valamikor nem olyan nagyon régen a MÁV-tól visszaszerezni ezt a területet. Ez 7,7 hektár, 3 km iparvágánnyal, megfelelő szabad területekkel, műhelyekkel, irodákkal, mindennel együtt egy komplexum lesz gyakorlatilag. És hát szeretnénk megteremteni itt a vasút közötti kapcsolatot, átmenti raktározást. Nyilván ehhez fogunk keresni egy céget, aki ehhez ért, mert gondolom, hogy nem az önkormányzat dolga ezt üzemeltetni, meg nem is értünk hozzá. Karbila polgármester azt mondja, az önkormányzat feladata, hogy megteremtse a lehetőséget arra, hogy fejlődő ipar jöjjön létre a településen. Véleménye szerint a településeknek fel kell mérniük a helyi adottságokat, és erre építve kell saját lehetőségeit kihasználni.